Szóval, a jobb oldalt láthatjátok a Tronsmart Element T6 Plus nevű hangszórót, ezen az oldalon pedig a Tronsmart Element T6 Plus-t. Ő 40 watt, és ő is 40 watt. Miért van nálam kettő? Hát mert össze lehet kapcsolni a kis gizmókat, ja meg ki is sorsolom az egyiket. Gyertek, nézzük is meg! Igen, Anonim Ink Balázs kolléga már egy hónappal ezelőtt bemutatta a Tronsmart ezen hangszóróját, és mivel nincsen saját ötletem, és mivel a videósok csak kopizzák egymást, ezért úgy gondoltam, hogy én is bemutatom. Na jó, a viccet félretéve, a Geekbuying-nál mondták, hogy lenne ez a hangszóró, küldenének nekem tesztre, én pedig csak úgy vállaltam el, hogy ha kettőt küldenek belőle, és így az egyiket ki tudom sorsolni köztetek. És lám, kettőt küldtek. A játékról a videó végén fogok beszélni, és hogy ne maradjon senkiben sem hiányérzet, jöjjön egy rendes intro. A Tronsmart Element T6 Plus egy maximum 40 watt csúcs teljesítményre képes Bluetooth 5.0-ás vízállós hangszóró, ráadásul egész korrekt 20 000 forintos áron. A Geekbuying oldalán egyébként most jelent meg a hangszóró piros színben is, illetve 4 európai raktárból is megvehető, tehát nem kell a vám miatt aggódni, valamint érdemes a lengyel raktárat választani, ott ugyanis ingyenes a szállítás. Na de beszéljünk magáról a hangszóróról. Az nem titok, hogy nekem személy szerint nem volt eddig még dolgom a Tronsmart hangszóróival, de mivel hazánkban is népszerű márka, természetesen a Blitzwolf és a JBL mellett az olcsóbb árkategóriában, ezért külön érdekelt is, hogy mégis mit tud. A dobozán szinte minden specifikációt meg fogunk találni, de fogok úgyis róluk majd beszélni. A dobozban a hangszóron kívül egy leírást, egy garanciapapírt, egy jack-jack kábel és egy USB Type-C kábelt fogunk találni, aminek lehet örülni, ugyanis Type-C-n keresztül tölthető az eszköz. Maga a hangszóró alumíniumból is műanyagból készült, kívül a hangszóró nyílásoknál ilyen szőtt, nylonszerű anyagot kapunk, a gomboknál, illetve itt hátul pedig matt, gumis felülettel fogunk találkozni, amivel alapvetően nincs is probléma, viszont nagyon könnyen masszatolódik, ahogy Balázs is mondta az ő videójában. Hangerőszabályzásra fent kapunk egy tekerőt, körülötte kék színű leddel, hogyha röviden benyomjuk, akkor zenét lehet vele megállítani, illetve elindítani, hosszú nyomásra hangasszisztenst hívhatunk elő, például Alexát vagy Google Assistant-t, dupla nyomásra viszont nálam véletlenszerűen felhívott egy embert, bár ehhez nem is társítottak semmilyen funkciót, úgyhogy ha nem akartok embereket hívogatni, akkor ne nyomjátok duplán. Minden más irányítást a hátuljáról végezhetünk, ugyanis applikáció nincsen hozzá. A zeneváltó gombok elég egyértelműek, alatta van egy TWS gomb, ezzel lehet egymáshoz lőni a hangszórókat, ezt majd mindjárt mutatom. Van egy hangszínszabályzó EQ feliratú gombunk, amivel három hangszín között ugrálhatunk. Ha nem világít vagy sárga a LED, ami egyébként a TVS módot jelöli, akkor nincsen semmi túlhúzva, hogyha fehér, akkor erősebb basszust kapunk, ha pedig zöld, az az extra basszus effektet jelenti, bár az én észrevételeim alapján a fehérrel erősebb a basszus, zöldnél inkább a nagyon alacsony frekvenciájú basszust tolták meg. Na szóval, TWS, vagyis True Wireless Stereo mód. A telefonodhoz elég, hogyha az egyik T6 Plus hangszórót párosítod Bluetooth-on keresztül, és mivel Bluetooth 5.0 van a hangszórókban, ezért ezek egymással is összelőhetők. Nem kell más tenni, mint bekapcsolni mindkét hangszórót, röviden megnyomni a TWS gombot, majd hangjelzéssel jelzik is, hogy minden oké, mind a kettőn ugyanúgy világítanak majd a ledek, és a zenelejátszásnál stereo hangzást fogunk kapni. Aztán most felejtsük el, hogy akkor így most 80 watt teljesítményt kapunk, mert ez nem igaz, a zene maga nem lesz hangosabb, viszont hogyha távolabb rakod őket egymástól, akkor nagyobb teret lefednek zenével, illetve kellemes sztereó hangzást fogsz kapni. Hátul egyébként van egy kupakunk, ez alatt találjuk a csatlakozókat, van jack,
normál USB, USB Type-C és microSD foglalat is, tehát mehet a zene közvetlenül gépről jacken keresztül, memóriakártyáról vagy pendrive-ról, és persze Bluetooth-on is. Ezek között az M gombbal tudunk majd váltogatni, illetve, ami még fontos, hogy USB-n keresztül a mobilodat is tudod tölteni. A hangminőséggel én alapvetően elégedett vagyok, bár azt már nagyon-nagyon sokszor elmondtam, hogy nem vagyok nagy audiofil, ilyen alacsony zenei téren az ingerküszöböm. Ha a vokált szeretnéd kiemelni, akkor kapcsolt ki a hangszínszabályzót, de én legtöbbször fehér ledes equalizerrel használtam. Korrekt volt a basszus, de nem volt annyira erős, hogy túlzóan elnyomja a magas tartományokat. Na meg persze a hangerővel sem lesz probléma, így például házi bulinál kiváló munkát fog végezni a hangszóró. Mivel nem túl drága, ahogy mondtam 20 000 forintba kerül, ezért valószínűleg a felhasználó sem fogja sajnálni, és nem is kell, a tokozásának köszönhetően bírja a strapát, illetve vízálló is IPX8 szabvány szerint. A Tronsmart Element T6 Plus-ban 2 darab 3300 mAh-s akkumulátor található, amivel közepes hangerőn kb. 15 órán át képes üzemelni, illetve feltölteni 4 óra alatt lehet. Szerintem 20 000 forintot bőven megér ez a hangszóró, hogyha titeket is meggyőzött, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, ahol meg tudjátok venni. És akkor jöjjön a nyereményjáték. Az egyik hangszórót kizárólag a TWS vagy TVS kipróbálása miatt bontottam ki, nem is használtam ezen kívül, úgyhogy ezt szeretném közöttetek kisorsolni. A játékban való részét ehhez szokás szerint a glim.io-t kell használni, beléptek e-mail címmel vagy Facebookkal és teljesíteni kell a feladatokat. A kötelező, hogy legyetek feliratkozva a tech2.hu YouTube csatornájára, opcionálisan pedig kövessetek Facebookon és Instagramon is. Ez nem kötelező, de több pontot lehet vele gyűjteni, így nagyobb eséllyel is lesz megnyerni a hangszórót. Itt a nyár szerintem mindenkinek jól jönne egy vízálló hangszóró, úgyhogy regisztráljatok a játékra minél többen. Jelentkezni június 28-án délig lehet, a nyertes nevét pedig délután 16 órakor fogom közé tenni a YouTube-on és a közösségi oldalainkon is, valamint persze e-mailben is értesíteni fogom a nyertest. Mindenkinek sok sikert, győzzen a legszerencsésebb, illetve hogyha még egyszer érdekelteket a cucc, akkor a linket megtaláljátok a videó leírásában. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!